Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, önök VNTV TV Natura televíziót láthatnak. Ez a referadás sorozatunkban nagyon kedves vendégünk Szollár Szilvia. Szeretettel köszöntelek téged. És aki látta korábban Szilviával készült adásunkat, ő tudja, hogy te az életveszélyek biológiájával, az életveszélyek elhárításával, annak a magatartásaival foglalkozol, azt kutatod, és egy olyan csodálatos felfedezést tettél, amivel hogy nem az univerzum megengedi számunkra azt, hogy egy kicsit jobban belelássunk azokba az életvédelmi, életveszély mechanizmusokba, amik akarva, akaratlanul, de befolyással vannak az életünkre, amiktől menekülünk, illetve amiket megteremtünk, mert valamiért az szimpatikus nekünk és az életünket szolgálja. Egy picit legalább azt a mondatot mondd el, légy szíves Szilvia, hogy aki nem látta az előző adást, mit jelent ez pontosan, hogy életveszélyek biológiája? Szeretettel üdvözlök mindenkit, és köszönöm a lehetőséget, hogy beszélhetek és elmondhatom ezt a mondatot, hogy az életveszélyek biológiájának mi a jelentősége a hétköznapjainkban. Az etológusok, akik már hallott erről, annak ez nem új, hogy az állatok körében régóta ismert az a tény, hogy elkerüljük azokat az életveszélyeket, hogy az állatok elkerülik, amiben a fajtársak elhunytak. És ezek például madaraknál megfigyelték, hogy a fiókákat is megtanítják, vagy valamilyen eddig fel nem tárt módon tudnak erről a fiókák is, ezekről a körülményekről. Ez elgondolkoztatott, és úgy tűnik, hogy mi emberek sem cselekszünk másként, csak nálunk tudattalanul működik az élet védelme. Mégpedig olyan módon, hogy őrzünk információkat a tudattalanban, a tudattalan az a része az elmének, amit nem tudunk egykönnyen felidézni, például az iskolás éveink minden napját, pedig tudjuk, hogy jártunk iskolába. A tudattalanban őrződnek azok az információk, amik segítenek bennünket az életben maradásban. Ennek nagyon fontos szabályai vannak, rengeteg szabály mentén zajlanak ezek a tudattalan folyamatok, a legfontosabb szabály pedig az, hogy elkerüljük tudattalanul azokat az életkörülményeket, amiben a családtagjaink elhunytak, és ami a legmeglepőbb, újra kialakítani igyekszünk azokat az életkörülményeket, amiket valaha életveszélyben egy családtagunk vagy barátunk túlélt. És ennek az a lényege, hogy csökkentjük azáltal, amikor az életveszélyek kialakulásának, tehát az életveszélyek biológiájának kialakulása idején még ugye nem nagyon lehetett olyan biztonságos közegben tartózkodni, mint mondjuk itt a stúdióban, hogy ülünk, különösebb életveszélynek nem vagyunk kitéve. Régebben lépten nyomon életveszélyekkel találkozhatott egy élőlény, és ezért inkább újra ismételt olyan életveszélyeket, amik túlélhetőnek bizonyulnak, mintsem kitenye magát egy ismeretlen életveszélynek, vagy akár túlélhetetlen életveszélynek. Úgy tűnik ez az oka annak is, hogy élethelyzetekbe beleragadunk, és tudattalanul újra és újra létrehozzuk a kellemetlenségeinket. Nagyon sokan léptek szerencsére már az önfeltárás, az önmegismerés és a tudatosodás útjára. Ezt úgy szoktuk ugye nevezni, hogy dolgoznak saját magukon. Illetve egymást segítjük ezekben a munkákban, amikor én magam saját dolgaimra nem nagyon látok rá, mert lehetséges, hogy vagy annyira régen történt, vagy olyan szörnyűség történt velem az életemben, ugye mondjuk egy életveszélyes helyzetet nem sorolnék egy vidám helyzetbe, mert maga a félelem és a stressz faktor egy olyan helyzetet teremthetett, illetve biztos, hogy mindenkinek van az életében olyan, amit elfelejtett szándékosan. Ezek családi titkok, ezekről nem beszélünk, ezek fájó sebeket tudnak feltépni, és mindenkinek van olyan titkos rekesze, amiben azért nagyon nehéz bejutni, adott esetben csak nagyon mély hipnózissal lehet feltárni ezeket. Viszont most már olyan energiák vannak a világban, hogyha valakivel beszélgetünk ezekről, aki most meghallgatja ezt a műsort,
az fel tudja ismerni, magára tud ismerni, hogy az ő családjában volt-e ilyen. Magára tud ismerni, hogy az ő életét lehet, hogy tudattalanul befolyásolja valami. Mondjuk mondok egy példát, mert nagyon sok példát szeretnék most ebben az adásban, hogy megérthető legyen, hogy arra a rezgésre, arra a frekvenciára bárki rá tudjon hangolódni, ami ezeket segít egy kicsit feltárni, feloldani. És mondjuk, hogy valaki állandóan szegénységben él, és mindenképpen szeretne ezen változtatni, van esetleg jó munkája, tanult ember, de valahogy mindig visszakeveredik abba a szegénységbe. És ugye a te könyvedben találtam egy olyan példát, amiben az volt, hogy egy rendszerváltás vagy egy államosítás következtében az élete múlt azon, hogy a vagyonát vagy a földjét oda kellett adni. Tehát úgymond a szegénység állapota a túlélés állapota. Na most ezt csak így felvezetésként szeretném mondani, hogy egy olyan tanáccsal, hogy aki meghallgatja most ezt a műsort, az nézze meg majd többször is. Mert a tudatalattia lehet, hogy kap egy üzenetet, egy jelet, egy információt, egy stimulációt arra, hogy a mi családunkban bizony ez volt, és ugye nagyon sokan vagyunk, akikre ugyanazok a dolgok érvényesek, ezért érdemes lesz többször megnézni, hogy ne maradjanak ilyen kiesett részek. És akkor szeretnék ide a jelen világba megérkezni veled, mert azért találkoztunk ma többek között, hogy az oltás helyzetben vagyunk. És szeretnék oda eljutni veled ma, hogy mi tud segíteni, milyen tudatalatti tényezők befolyásolhatják azt, hogy mi tudjunk dönteni abban, hogy beoltatjuk magunkat, vagy ne oltassuk be magunkat. És az első konkrét kérdésem az az, hogy szerinted most annak ellenére, hogy itt ülünk ebben a biztonságosnak megítélt stúdióban, mint emberiség egy ilyen járványhelyzet közepén életveszélyben vagyunk-e? Abban érezzük-e magunkat most? Nem kis terhet raktál most a vállamra ezzel a kérdéssel. Nyilván életveszélynek minősül minden olyan állapot, amikor kiszolgáltatottak vagyunk. Honnan tudhatná bárki, hogy itt most az életünk milyen mértékben van veszélyeztetve? Hiszen ahhoz, hogy bárki megnyilatkozzon akármelyik szakterületről, imponáló alaptudásnak kell, hogy a birtokába legyen. Ez a hétköznapi embernek nincs a birtokában. Aki csak a híradóból tájékozódik, aki csak a Boros professzor videóiból tájékozódik, két különböző információ tömeget hall. Ez önmagában egy olyan élethelyzet, ami arra hívja fel a figyelmet, hogyha az életünket védeni szeretnénk, akkor tudatosan kell keresni azokat az információkat, amik bennünket segítenek. Mindaddig, amíg ezt nem tesszük, jogosan érezzük magunkat életveszélyben, hiszen nem tudjuk, hogy mi történik velünk. És hogy ki milyen élethelyzetbe kerül, ki lesz az, aki jól jön ki ebből a vírushelyzetből, és ki, aki kevésbé, itt sem mindegy a tudatos gondolkodásnak a folyamata, amiben talán én inkább tudok segíteni, független attól, hogy tanultam virológiát, mégis ahhoz a részéhez szeretnék hozzászólni, amivel most foglalkozom, hogy hogyan tudjuk ellenőrizni azt, hogy jó úton járunk-e ezekben a felismerésekben. Ennek a legegyszerűbb módja, hogy megismerjük azt, hogy hogyan működik a döntéshozatal. És az én érdeklődési területem leginkább ez, hogy megismerek egy rendszert, és ahogyan az a rendszer szeret viselkedni, úgy igyekszem elmozdítani azt egy kedvezőbb irányba, és nem úgy, hogy legyőzöm ezt a rendszert, de könnyen beláthatjuk, hogy ez ismerni kell. Tehát manapság, aki úgy gondolja, hogy a biológia könyvet 8-ban becsuktuk, és ránk nem hat a biológia, mert a civilizált nagyvárosban élünk, az állatokra hat, sajnos téved. Éppen az életvédelme a legfontosabb minden élőlény számára, és a tudattalant úgy kell elképzelni, mint egy, tehát ilyen mai nyelven mondva, mint egy screenshotot egy adott pillanatról megőriz, lefényképezi az életveszélyes helyzeteit, nem csak az egyénnek, hanem legalább 700 évre visszamenőleg a családtagok életét.
és mi ezt mind őrizzük. A dolog szépsége az, hogy nem tudjuk felsorolni az összes dédszülőnk nevét, de 700 évre visszamenőleg a tudattalanunk őriz életveszélyes helyzeteket, és azok szerint jár el. Ezért, amikor mi azt gondoljuk, hogy mi döntünk, könnyen lehet, hogy tévedünk, sőt, az esettanulmányok, eddig már olyan 300-nál tartunk, 300 esetben úgy tűnt, hogy tévedünk. És itt, hogy akkor mondjak egy példát, még azzal sem vagyunk tisztában, hogy mit akarunk valójában. Felkeresett például egy kliensem, hogy ő el szeretne válni, ezeket az eseteket imádom, el szeretne válni, mert ő nem akar gyereket, a párja meg igen, és ez a legkevesebb, amit megtehet a párjáért, hogy ő neki lehessen második gyereke, és egyébként is jobban szeretné, ha elmenne, és egyébként is undorodik a csecsemőktől. És szó-szót követett, és feltettem egyszer csak a kérdést neki, hogy nincs neked véletlenül egy miómád? Azt mondja, honnan tudod, hogy van? Hát, mert véleményem szerint te gyereket szeretnél szülni. Miómája az új medicina, az új germán medicina a törvényei szerint annak van, aki szeretne gyereket, de valamilyen oknál fogva nem tud szülni. Most a kliens ezen a ponton megdöbbent, ilyenkor általában düh támad, azért, mert ez a tudattalan utolsó védekező reakciója, azért, hogy ne kelljen beismerni a valós szándékot. Az ő valós vágya a gyermekszülés volt, és egy boldog családanya szerep, viszont mivel náluk meghaltak a második gyerek születése után családtagok, az ő családi tudattalanjukban, mivel nem beszélték ki, mert mostanában az emberek a drámáikat bent élik, és nem a családdal osztják meg, ezért a családi tudattalanban az rögzült, hogy a második gyerek születése az halálos. Ezért ő undorodott az első gyereke születése után a csecsemők látványától. És amikor szembesült ezzel a valós akarattal, akkor pár hétre rá felhívott, hogy a mióma eltűnt, és már nem látható a felvételeken, az orvosi ellenőrzésekkor. Hát ezért vagyok itt ma. Tehát tulajdonképpen a tudatalattinknak a dolgai azért a testen kivetülnek, tehát a test... Így van. Tulajdonképpen közvetíti ezeket az elváltozásokat, hogy észrevegyük, tehát minthogyha ők azért igen. Szeretnék, hogy megmutatkozzanak. Így van, így van, figyelmeztet bennünket, és hogyha ismerjük a nyelvét a betegségnek nevezett tüneteknek, akkor ezek megfejthetők, és hogyha ezt összekötjük a családunk életveszélyben szerzett tapasztalataival, akkor feloldhatók jó eséllyel. Nyilván nem minden betegségnél rendelkezem már tapasztalattal, de amelyik eset hozzám került, ott eddig pozitív változásokról tudunk beszámolni. Nem mindegy. Szilvia, beszélgessünk még egy kicsit tovább a jelenlegi helyzetről. Volt-e a te tudomásodba került-e olyan korábban a világban előforduló, az emberiség történelmében előforduló életveszélyhelyzet, ami a mostanihoz hasonló? És kicsit nézzük meg, hogy mit hozhatunk abból tömegesen a tudatalattinkban. Nagyon jó a kérdés, és szerencsém van, mert nem sokkal a telefonbeszélgetésünk után felkeresett egy kliens, és legnagyobb megdöbbenésemre beszámolt arról, hogy a nagymamája a kislánya 6 éves korában elhunyt Spanyolnáthában, és az ő férjének az édesanyja is elvesztette az édesanyját az ő 6 éves korában Spanyolnáthában. És feltettem a kliensnek a kérdést, hogy akkor ti annyira nem féltek ettől a COVID problémától, ugye? És azt mondta, hogy igen, őket ez nem érdekli. Most ugye ez ellentétes lenne első látásra az törvényeivel, az életvédelemnek, hogyha egyszer elhunytak Spanyolnáthában, arra gondolnánk, hogy akkor ő kerüli ezt az élethelyzetet, de ha az új medicinát ismerjük, akkor tudjuk, hogy a vírus járványokhoz társul egy rettegés, egy félelem a vírustól. Gyakran a természetes vírusok ilyenkor képeznek tünetet. És ha valaki, a kliens családtagja elhunyt abban az állapotban, hogy félt a vírustól, akkor az a bizonyos screenshot,
vagy print screen, nem tudom, hogy mi az ismertebb neve, az a fotó, amit lefényképez a tudattalan a halál pillanatában, az azt fogja jelenteni a családi tudattalannak, ha félek a vírustól meghalok. Ezért az utódgeneráció nem foglalkozik a vírussal, mert kényszeresen a halál körülményei ellenében él. Tehát ő nekik ez túlélést jelent, hogyha én nem félek a vírustól, akkor túl is fogom élni. És még egy érdekes dolgot találtam, hogy Boros professzornak a munkásságára, mert hivatkoztunk az előbb, úgy gondolom nem baj, ha kétszer is szóba hozzuk őt. Ők például úgy élték túl a vírusjárványukat a múltban, a családuk több generációja, hogy orvosként helytáltak, és soha egy napot nem voltak betegek. Nekik az rögződött a családi tudattalamban, vírushelyzet idején helytállok, és nem félek, és nem is döntötte le a lábukról őket a vírus. Az jutott az eszembe, hogy most elképzeltem magam, mintha én nézném ezt az adást. Igen. Nézőként, hogy nagyon fontos az, hogy senki ne kapaszkodjon most bele ezekbe a mondatokba. Tehát ez, ha nem félek a vírustól, akkor túlélem, mert ez egyéni. Tehát ez teljesen egyéni, hogy kinek a tudatalattiában mi van, hogy a családjának mi a múltja. Tehát lehet, hogy egy felvett ilyen tudatos magatartás, lehet, hogy pont az ellenkezőjét érheti el. Tehát nagyon fontos az, hogy ha valamilyen szinten van lehetőség tájékozódni arról, hogy az ő családjukban mi történhetett, a saját tudatalatti azért egy kicsit jelzi azt, hogy mi az, ami megnyugtatja őt, mi az, amitől félelembe esik. Azért nem tudom, hogy ebben ki tudunk-e igazodni. Ugye említetted a beszélgetés elején, hogy jó lenne megtudni, hogy jó úton járunk-e. Tehát szeretném megtudni, hogy az én múltam, a tudatalattimban tárolt információk, és akár az egész emberiség tudatalattiában, kollektív tudatában lévő dolgok most mit mondanak én nekem, hogy oltassam be magam, vagy ne oltassam be magam. És akkor még egy pillanat, hogy az oltás maga, ugye az oltás eddig az emberiség történetében mindig egyfajta megmentő volt, tehát rengeteg haláltól és megbetegedéstől konkrétan megvédte. Tehát egy olyan életveszély volt, ami az életveszélyt segítette túlélni, illetve megelőzni. Tehát egy nagyon nagy biztonságot adott talán az emberek nagy többségében, és van néhány eset, amikor egy olyan reakció lép fel, ami adott esetben halálhoz vezethet. És ez az arány valahol, ezt az arányt nézzük meg, hogy valahol most is hozzuk. De hogy te mit javasolnál, ha mondjuk én vagyok a kliensed, és mondjuk én azt mondom neked, hogy én speciál nem félek az oltástól, mert az oltások valahogy azt gondolom, hogy az oltások miatt én megmenekültem egy csomó betegség elszenvedésétől, adott esetben a haláltól. De mondjuk van egy kislányom, akit most mindenáron be akarnak nagyon sokkal több mindennel oltani már, mint amit nekem annak idején, és én azt mondom, hogy ez már lehet, hogy talán sok. Nagyon nehéz kérdéseket teszel fel, mert a területem az nem a vakcinázás helyén valósága. Azt gondolom, hogy mielőtt válaszolnék erre a kérdésre, érdemes annak neki menni, hogy egy nagyon egyszerű példákkal a tudattalan döntéshozó folyamatát bemutassuk, mert a végtelen egyszerű példákról még nem volt szó. Tehát, hogy hogyan is működik ez, mert azért akármilyen figyelmesen nézik a nézők, az alaptörvényeket nagyon egyszerű példákkal talán, ha alátámasztanánk. Mondjuk egy nagyon egyszerű példa, hogy egy testépítő azzal a problémával fordult felém, hogy nem tud pihenni a verseny felkészüléskor. Nyilvánvalóan a tudatos szándéka az, hogy ő felkészüljön a versenyre, ehhez a testépítőknek pihenni kell, feküdni kell otthon. És ő erre képtelen. Nyilván megkérdeztem, hogy ki hunyt el úgy, hogy otthon pihent az ágyon. És ennek a testépítőnek a családjába ketten életüket vesztették, elvéreztek, mert az ablakon berepült a háború alatt egy repesz. És elvágta az ütőerüket, és elvéreztek. Itt nála nagyon könnyű volt feltárni a probléma okát, hogy ez az
elkerülendő életveszélyes körülmény, hogy fekszem az ágyon, az halálos, ez okozta az ő problémáját, és ez ennyire egyszerű. A döntéshozatalainkban ugyanígy működik. Hogyha valaki túlélt egy életveszélyes helyzetet úgy, hogy elvesztett 50 hektár földet, és elszegényedett, és koldusként ott hagyta a vajdasági birtokait, mert közelgett a front, akkor az utódgeneráció vagyont fog veszteni, létre fogja azt hozni, de vagyont fog veszteni. Viszont ha ezt tudjuk, akkor a döntéshozatalunknál, hogy mondjuk mibe fektessük a pénzünket, vagy hogy fektessük, akkor talán óvatosabbak leszünk. De amíg nem tudjuk ezeket a mechanizmusokat, addig olyan, mintha vakon vezetnénk. Ezért fontos, hogy bár ugyanaz az esemény, az, hogy most vakcina vagy nem vakcina, minden családban másmilyen emlékeket hív elő. Emberek olyan dolgokhoz képesek életveszélyt társítani, vagy a túlélés lehetőségét, hogy milyen színű egy ruha. Ha valakinek kivégezték egy hozzátartozóját, és közben ő szemtanúként látta, hogy a ruha pirosra színeződik, az utódgeneráció idegenkedni fog a piros ruha viselésétől. Nem tudja, hogy miért. Tehát, hogy egy piros ruha benned gondolom nem okoz különösebb problémát, másnak ez egy rendkívül nehéz. Tehát, hogy általánosságot a vakcinázásra nem fogok tudni adni, inkább arra biztatom az embereket, hogy tárják fel a családi életveszélyes helyzeteket, kezdjenek el beszélni, kezdjenek el a saját életveszélyeikről gondolkodni, hogy viselkedtek, milyen körülmények voltak, amiket túléltek, még akkor is, ha ez közömbösnek tűnik. Mivel nem beszéljük ki az életveszélyeket, ezért ez mind tárolódik, ez a screenshot effektus hatására. És a legtöbb, amit tehetünk vírushelyzetben, hogy elkezdjük megismerni a saját családi múltunkat, és megpróbálni kitalálni, hogy miért viselkedünk így vagy úgy. Ennyit tudok segíteni, illetve el tudom mondani a saját véleményemet, ami egy a sok közül, hogy én oltáspárti vagyok, vagy nem. Közben itt a stúdióban nagyon hideg van, és felraktunk egy kendőt a Szilviára, és beszélgettünk arról, hogy maga a hideg is, hogy túlélhető életveszély. Neked volt-e? Most akkor én kérdezek tőled, hogy volt-e családotokban olyan, aki túlélte akár a fagyhalált? Igen. Igen, és nagyon sokszor visszaköszönt az életembe a hideg, a kollégiumi években és a régebben. A nagypapám 3 hadifogoly tábort él túl, és természetesen téli időszakra esett ez a tábor. Nagyon érdekes ez, ahogy kimondtad a hadifogoly tábort, mert továbbra is foglalkoznék egy kicsit azzal, hogy velünk emberekkel most mi van, hiszen most már egy éve húzódik egy olyan helyzet, ami igenis a megszokásaink nagy részétől eltávolított minket, azoktól a dolgoktól, amiktől mi azt gondoljuk, hogy boldoggá tett minket az utazások, a kirándulások, a nyaralások, adott esetben vásárolgatások, családi összejövetelek, bocsánat a sorrendért, ez most így jutott az eszembe, és ezektől most meg vagyunk vonva. Ugyanakkor be vagyunk zárva egyfajta ilyen házi őrizetszerű, kijárási tilalommal járó, de mégis egy biztonságos helyre vagyunk most betessékelve, és nézzük meg azt, hogy mennyire hasonlíthat ez a helyzet egy háborús helyzethez, amikor maga az óvóhelyen levés, maga a kijárási tilalom, és ugye hány embert mentett meg adott esetben a haláltól, és mondjuk aki ezt megszegte, az adott esetben belehalt ebbe. Gondoltál-e már arra, hogy ez a helyzet tulajdonképpen egy ilyen viszonylag békés háborút vetít ide nekünk, tehát minthogyha a tudatalattinkban már megértünk volna arra, nem arra, hogy újra átéljük a háborús borzalmakat, hanem egy ilyen békés viszonylatban, a magunkban őrzött háborús emlékeket, ami válsághoz, éhezéshez, szegénységhez, hontalanná váláshoz vezethet, eladósodottsághoz, nyomorúsághoz vezethet, hogy tulajdonképpen most én ebben látom ezt a nagyszerűséget, amit te felfedeztél, hogy tulajdonképpen
tárcán van kínálva nekünk a lehetőség arra, hogy ezeket feldolgozzuk magunkban, hogy megszabaduljunk tőlük. És arról mesélj nekem, kérlek, hogy mi történik akkor, ha valaki felismeri magában azt, hogy mondjuk az én nagymamám úgy élte túl a háborút, hogy egy óvóhelyen el volt zárva, kijárási tilalom volt, valahogy megoldották az ennivalót, valahogy megoldották a WC-papír problémát, de ez egy túlélés, egy olyan életveszély volt, ami túlélhető. És most újra teremtődött, hogy mi történik akkor, ha én erre rájövök, akkor én megszabadulhatok ettől, és megváltozik az életem adott esetben? Igen, abban a pillanatban, amikor erre rájössz, akkor összhangba tudod hozni az életviteli problémáiddal. Tehát amikor valaki romok alatt túlél egy életveszélyt, akkor úgy érzi, hogy esetleg, a tapasztalataim szerint, ilyen tünetekről szoktak beszámolni a kliensek, hogy úgy érzik, hogy élve el vannak temetve, nem mernek kimenni a fényre, úgy érzik, hogy tehetetlenek, bezártságérzetük van, esetleg testi deformitással születtek, összenőtt csigolyák hajlott hát, ezek csontkinövésekkel születnek, hogy ismételjék a túlélt életveszély minden körülményét, mivel nem beszélték ki, hogy itt nem a hajlott hátunk miatt éltük túl azt, hogy el voltunk temetve a romokban, hanem azért, mert olyan csodálatos országunk van, hogy a háború idején is jöttek és megmentettek bennünket bátor emberek, hogy egy ostrom közepén is keresték a túlélőket. Ez teljesen más életminőség élhető, hogyha ezeket átbeszéljük, és megbeszéljük azt, hogy mik voltak a közömbös körülmények ezen a screenshoton, és mik voltak azok, amik valós életvédő funkcióval bírtak. Így ki tudjuk iktatni azokat a kényszeres ismétléseket, a kényszeres tudattalan viselkedés mintákat, amiket létrehozunk, tehát, hogy olyan munkahelyet választunk például, hogy betemet minket a munka, onnan nincs kiút, reménytelen élethelyzeteket, nélkülözést, hogy kevesebb van, mint amennyi elég a java. Ezek megváltoztathatók. Csak nagyon fontos felhívni a figyelmet arra, hogy bár én azt gondolom, hogy emberi kötelességünk egy ilyen információ birtokában most már akkor, Isten bizony, megnézni, hogy a mi családunkban hogy is volt, hogy is történt, és a végére járni, de a tudattalan, hiszen évmilliók alatt rögzült mechanizmusokról beszélünk, nem fogja ezt olyan könnyedén tálcán odaadni. Ez egy út. Ez a valódi tudatosságnak az útja. Kiki hite szerint hálát adhat az égnek, hogy az Úristen a jegyzett füzetét most megmutatta, hogy gyerekek, így vagyunk összerakva, de ez egy út. Azonnali felismerésekhez vezet, azonnali harmóniát érzünk, hogy akkor nem én vagyok ilyen szerencsétlen, aki nem bír végezni a munkájával, hanem tudattalanul hozom létre azt, hogy elhalmozzam magam olyan munkákkal, amiknek a teljesítésére nincs elegendő időm. És amikor ezt felismerem, másként fogok kommunikálni a munkahelyemen, ki fogom tudni osztani a feladatokat, volt ilyen kliens is, hogy felismerte, és onnantól olajozottan működött a munkája. Egészen addig, amíg erre minden nap tudatos volt. Az életviteli problémákkal esetében könnyebb a dolgunk, ez a jó hír, könnyebb tudatosnak maradnunk, mint amikor testi elváltozásokat szeretnénk gyógyítani, ott sokkal erősebb tudatosságra van szükség, ennek vannak technikái, de a törekvés mindenképpen innentől a saját felelősségünk, hogy minden gondolatunkat ellenőrizzük. Hogyha most egy ilyen ezoteriás körben vagyunk, akkor én nem szeretek a tudomány talajáról eltérni, mert most ez a feladatom, hogy ennek mentén igyekezzek segíteni. Mégis azt mondják a buddhizmus képviselői, hogy a karma ellenőrizetlenül felmerülő impulzus. Hát én azt mondom, hogy ébrenlétünk döntő többsége, a minden pillanatunk
ellenőrizetlenül felmerülő impulzus, és a legtöbbet akkor tehetünk magunkért, ha ellenőrizzük ezeket az impulzusokat. Vajon miért gondolja a tudattalanom, hogy tovább tart életben akkor, hogyha én most azt gondolom, hogy engem utál a főnököm? Miért gondolja a tudattalanom, hogy én tovább maradok életbe, ha fázom? Ki élt úgy túl életveszélyt, hogy itt ülök a stúdióban veled, te nem fázol, én igen, akkor most nyilván nekem a komfortzónám kisebb, mert ritkábban ülök kamera előtt, mint te, akkor miért pont én nálam lépett életbe ez a hidegrázás? És azt gondolom, hogyha ebben tudatosodunk, hogy a törekvés elegendő, hogy mindig nézzünk mögé, akkor tehetünk a legtöbbet azért, hogy a gondolataink tiszták maradjanak a jó értelemben, tehát, hogy amit akarunk, azt ellenőrizzük azt is, hogy tényleg ezt akarom. Mert a legtöbb elakadás itt már megszületik. Volt arra példa, hogy egy csodálatos KFT ügyvezető hölgy, gyönyörű, sikeres, okos fáradékonyságra panaszkodva felkeresett, és 20 perc alatt ki is derült, hogy bár nagyon büszke arra, hogy ő KFT tulajdonos, neki eszeágában sincs ügyvezetőnek lenni és karriert építeni. Feleség szeretne lenni, és anya, csak a férje ezt számára nem ajánlja fel a mindkettejük számára elegendő fizetéséből. És ő ettől szenved, hogy teszi ő a dolgát, de azért érzi magát fáradtnak, mert nem ez a valós akarata. És itt nem mindegy, hogy ellenőrizzük-e azokat az impulzusokat, amikor annyira görcsösen valamit meg akarunk szerezni, tényleg ezt akarjuk? Hiszen az életvédő mechanizmusok először itt támadnak, idézőjelbe, hogy eltorzítják a valós akaratot. Ha tudjuk, hogy mit szeretnénk, akkor könnyebb megvizsgálni azt, hogy miért nem sikerül, miért tart minket jobban életbe a tudattalanunk szerint az a körülmény, hogy itt például kudarcot vallunk ebben vagy abban az élethelyzetben. Nagyon fontos dolgot mondtál ki, nagyon sok minden mellett, de a felelősséget, felelősek vagyunk saját magunkért, ezt te is többször hangoztatod, mint hogyha fel kellene nőni most az embereknek, egyszerűen egy túlszabályozott, egy biztonságos törvényi keretek közé szorított, szűkített, kívülről hatóságok által felügyelhető módon, ugye most a magánéletünkkel is ez történt, tehát egyre nagyobb kontroll alatt élünk, de kiket kell kontrollálni? Azokat kell kontrollálni, akik veszélyben vannak, veszélyesek lehetnek önmagukra, másokra, akik életképtelenek, tehát nem tudnak felelős döntést hozni a saját életükben, illetve a kényelmesek, akik mindig szeretik azt, hogyha más dönt helyettük, ezért, azért, amazért, mert akkor a felelősséget rájuk lehet tolni. És most az emberek egy olyan feladatot kaptak, ahol ott vagy igenis elszigetelten, ott vagy hazazavarva, hogy gondolkodjál el, és találd meg azt az utat, amivel te felelősen döntést tudsz hozni a saját életedért, az egészségedért. És valahol ezt látom, hogy egy túlszabályozott, túlkontrollált, túlirányított világban, ez nem hiba, ez egy természetes folyamat, egy természetes következménye ennek, és talán elkényelmesedett az ember igen annyira, hogy tényleg egyfajta, nem véletlenül van ez a birka jelző, hogy megyünk a tömeg után. És azt én mondjuk nem vizsgáltam még meg, hogy ez a múltban, hogy mi történhetett a múltban az emberekkel, amitől most megteremtettük ezt a helyzetet mindannyian egyszerre. Mintha mindannyian megbeszéltük volna, hogy mi most azért születünk ide le, hogy ezt megtapasztaljuk, és valami nagy változást meg tudjunk lépni a korábbi életvitelünkhöz képest. Tehát te hogy látod, hogy hogyan tudunk esetleg, hiszen biztos, hogy nagyon sokan, akik már elmennek hozzád, ők ugye bajban vannak, vagy depresszióban vannak esve, nincs, aki meghallgassa őket, nincs, aki segítsen nekik, mert ők maguk nem érzik magukat esetleg fontosnak, nem vették észre. Egy picit van-e arra példát, hogy hányan lehetünk olyanok, akik nem várt gyerekek esetleg, vagy nem vették észre őt, hogy a mama hasában van, vagy valamilyen oknál fogva úgy döntött,
a gyerek még pici korában, hogy én láthatatlan akarok lenni, és nem vagyok észrevehető, és bocsánat, hogy élek. Tehát hogy teljes önbizalom vesztéssel, önbecsülés hiánnyal, hiszen azok az emberek, akiket ilyen szinten lehet irányítani, ahogy most mi vagyunk irányítva, talán elmondható, hogy egy nagyon nagy önbecsülés hiányban szenvednek. De hogy látod ezt? Tehát tényleg csak a személyes véleményedre vagyok kíváncsi, illetve hogy van-e olyan kliensed, aki tényleg egy ilyen szinte önmagáról gondoskodni képtelen állapotba ment hozzád, és utána fel tudott szabadulni valami felismerésen keresztül ez alól. Rengeteg ilyen kliensem van. Szerencsére nagyon komplex, sok tényezős kérdést tettél fel, igyekszem mindegyikre válaszolni. A legutolsóval kezdeném. Egy olyan kliens, aki bocsánat, hogy élek, itt se vagyok, ez tipikus, nagyon sok ember él így. Én úgy veszem észre, hogy azok az emberek, akik kitaszítottként eljönnek hozzám, belül gyémántok. És én nekem meggyőződésem, hogy minden ember kivétel nélkül belül egy gyémánt. Mert az nem lehet, hogy hozzám eljönnek rengeteg kudarccal, és hozzám pont mindig olyan emberek jönnek el, aki egy csodálatos ember belül. Meggyőződésem, hogyha lehámozzuk ezeket az életvédő mechanizmusokat egymásról vagy magunkról, akkor a valós emberi természet, az alaptermészet kerül felszínre, aminek a gyanítom, hogy igen hasonló minden embernél. Mégpedig azért gyanítom, mert az életvédő mechanizmusok kialakulásának idején ugye a közösségbe tartozás segítette az életben maradást. Mi a közösségbe tartozás kritériuma? A gorombaság, az undokság nem kritériuma a közösségbe tartozásnak. Az egymáson való segíteni akarás, a derű, a jó társaság, a jó közérzet, ezek azok, amik miatt befogadnak ma is társaságok egy kívülállót a tagjaik sorába. És hogyha egy közösségbe tartozunk, a kamaszoknál ezért is ilyen erős a közösségbe tartozás igénye, akkor nagyobb eséllyel maradunk életben, gondoljunk a természetben élő állatokra, hogy ha leszakad egy ló a csapattól, hát akkor nyilván ő nehezebb helyzetben lesz, könnyebben ki van téve az mondjuk zsákmányállatként egy ragadozó támadásának, ezért mindent megtesz, hogy közösségbe tartozzon. Ebből az alapgondolatból kiindulva az emberi alaptermészet alkalmas kell, hogy legyen a közösségbe tartozásra. Ez nagyon erős hitem abba, hogy a munkámnak van értelme. És eddig minden kliens kivétel nélkül bizonyította számomra azt, hogy csodálatos ember ő belül. És szerencsére magukra is találtak. Sorolhatnám a példákat. Például egy ilyen elbújni vágyó kliens meg sem szólal társaságban 40 percig, nehogy kiderüljön, hogy ő ott van. Hát nemhogy volt ilyen életveszély túlélés a családban, jóformán csak ilyen volt. Kivégezték, azon múlt az ősnek az élete, hogy láthatatlan legyen, ne vegyék észre, hogy egyáltalán a világon van, vagy hogy él. A család másik ágán úgy védte meg az elbújtatott falut, hogy az erdő széléig pici gyerekként ő ott valahogyan császkál, de amikor megjött a frontról az édesapja, futott hozzá, és oda akarta vinni az édesanyjához, hogy megjött az apu, de nem vitte oda, mert olyan erősen meg lett neki mondva, hogy te ide nem jöhetsz, hiszen az édesanyja az oroszoknak főzte az ebédet a megszálló orosz hadsereg katonáinak, és egy 3 éves pici kislánynak olyan erősen megmondták, hogy te nem jöhetsz oda, ahol zajlik az élet, ahol főzünk, ahol az emberek vannak, hogy ezt az örömét is le kellett küzdenie, hogy megjött az apukája a frontról. Elkísérte az erdő széléig, de már a tisztásra nem lépett ki, a fényre. És a kliens tünete, hogy egész életében folyosókon dolgozik, mert nem mehet be a terembe. A többiekkel dolgozni. Kiközösítik mindenhonnan, az óvodától, az iskoláig, a felsőoktatási intézményig, a munkahelyein nincs az a társaság, ami befogadja, és ő kevesebbnek érzi magát.
a többieknél. Ilyen egyszerű életveszély túlélések vezethetnek ehhez az állapothoz, és amikor a kliens elvonatkoztatja a saját tünetét a saját személyiségétől, rájön, hogy ehhez neki semmi köze, az már egy félgyógyulás. Innentől ismét a jól bevált receptet tudom ajánlani, a tudatosodást, tehát hogy ehhez visszatérünk, nem elfelejtjük, mert a tudattalan, jól kitalálható okból ezt az információt igyekszik visszahelyezni a tudattalanba, mert hát akkor ő most hogy védje meg ezt a gyereket? Most innentől kimegy a fényre? Igen. Mert tudatosította, hogy mik voltak azok az életvédő körülmények, és mik azok, amiket szükségtelen ismételgetni. És ezt újra és újra tudatosítani kell. Ez a felelősségünk. Azt hiszem, így tudok válaszolni, de volt még egy nagyon érdekes felvetésed. Hogy ebből hogyan tudunk kijönni, hogy úgy érezzük, hogy nem dönthetünk, mert a közösségnek igen van egy nagyszerű ereje, ami összetartó, meg egymást támogató, illetve, vagy amikor használva vagyunk, ugye, mint emberek, igen, tömegesen irányítva vagyunk, adott esetben manipulálva vagyunk bizonyos céloknak megfelelően, és nagyon sokan elfelejtették már azt, hogy ők maguk is dönthetnek, illetve tehetnek bármit az ő saját boldogulásuk, gyógyulásuk, szabadságuk érdekében, hogy ebből hogyan tudnánk vajon elmozdulni. Főleg most, amikor még jobban be vagyunk zárva, és igazából egy olyan indokkal kell bezárva lennünk, hogy a mások megvédése érdekében. Kitűnő indok. Azt mondom, ez egy kitűnő indok, ez a bezártság amúgy is jó arra, hogy befelé forduljunk. Sokan tiltakoznak, de ekkora lehetőséget ritkán ad az élet, hogy igazoltan vagyunk távol egy kicsit a civilizációtól, és van okunk egymásra figyelni. Volt olyan kliens, aki világutazó volt, modellként, bejárta a fél világot gyönyörűségként, és harcosan lengette a feminista zászlót, hogy esze ágába sincs párkapcsolatot létrehozni, esze ágába sincsen férjhez menni. Hát persze, hogy már a bejárati ajtónál rá volt írva a homlokára, hogy magányos vagyok, és azonnal ide egy férjet, de a száján mégis azok a szavak jöttek ki, hogy ő ettől elzárkózik. Majd kiderült, hogy nem tartott szoros kapcsolatot a szüleivel, és ez a 4 hónap, amit a kényszer bezártságban itt töltött, hát úgy szerveztük kizárólag terápiás céllal, hogy a karantént azt a szüleivel töltse, konkrétan az édesapjával, és elkezdtek beszélgetni. 4 hónap elteltével a kislány úgy távozott az eredeti életébe, hogy életének legszebb 4 hónapját töltötte ebben a bezártságban. És azt a nagy őszinte családi beszélgetést, ami egy veszekedésből indult, megértvén az életveszélyek biológiáját, úgy kért elnézést a vita hevében, hogy elmondta, hogy melyik életvédő mechanizmus vezetett oda, hogy ő így viselkedett. Akkor itt nem én tanítok már, hanem engem tanítanak a kliensek. És ez a kislány ma már menyasszony. Nem mindegy, hogy hogy használjuk fel a lehetőséget. Másra mutogatunk, hogy be vagyok zárva, vagy felépítjük saját magunkat, mert a lehetőségeinket mindig a legjobban használjuk. Minden lehetőség, minden pillanat. Erre a biológia is ezt a választ adja, és azt gondolom az ezotéria is. Ezt használjuk ki, tudjunk meg minél többet saját magunkról, nem kell a kerítésünk kapujánál nem kell messzebb menni, mert mindent megtalálunk önmagunkban, minden választ, és hiába mondjuk azt, hogy nem tudunk semmit a családunkról, mindenki ezt mondja, és mindenki tud. Mindenki volt már életveszélyben, mindenki a saját életveszélyéből kiindulva
el tudja kezdeni ezt a kibogózást, és mindenkinek megvan a lehetősége, hogy ezt a bezártságot a javára fordítsa. Barnai Roberto azt mondja, hogy új medicina tudatú ember nem mutogat másokra, nem hibáztat mást, akkor én sem mondhatok más, mint hogy az életveszélyek biológiáját ismerő ember nem mutogat másra, hanem feltárja azt, amit magában, azt a potenciált, amit magában rejt, ezt a leginkább a javára használja, utána, ha megnézi össztársadalmi szinten, most mondhatok egy példát, lehet, hogy nincs igazam, csak most hirtelen, ha össztársadalmi szinten egy példát kell mondanom a tömegek viselkedésére és az egyén viselkedésére, akkor nézzük meg Németországot. Rengetegen belehaltak abba, hogy nem fogadott be senkit Németország a háború idején. Össztársadalmi szinten mi jelenik meg a németeknél, hogy mindenkit befogadunk. És ez legyen egy gondolatébresztő arra, hogy a magyaroknak mi a feladata. Beszélhetünk majd egyszer erről, de ezen bizony sokat kell gondolkozni, hogy a magyaroknak az életveszély túlélései hova vezetnek, és milyen társadalmi jelenségekben öltenek testet ma, de én nem szaladnék ennyire előre, először saját magunkban érdemes tisztázni a helyünket, és azt, hogy egyáltalán mit szeretnénk. Nagyon szép, majd meg fogjuk beszélni, szerintem ezt is sort kerítünk rá. Utolsó kérdésem lenne, Szilvia, nekem már mondtad azt, hogy milyen világ lenne az, hogyha az emberek ezt választják, ezt a lehetőséget, és elkezdik feltárni az ő kis tudatalattiukban lévő, vagy tudattalanjukban lévő titkokat, amik nem titkok, hiszen az élet állandóan megteremti ezeket a helyzeteket, tehát ezeket rakja az arcunkba valósággá. A valóságunkban csak körül kell nézni a világunkban, az életünkben, hogy megláthassuk ezeket, felfedezhessük. És hogy képzeled el te ezt a világot, amikor az emberek már így fognak mindannyian gondolkodni? Emlékszel még arra a példára, amit mondtál nekem a telefonba? Mi történik majd, ha két autó összemegy? Köszönöm ezt a példát, én nagyon optimista vagyok. Elképzelhető, hogy nem a mi életünkben, hanem generációk telnek majd el, több generáció, mire már úgy neveljük a gyermekeinket, hogy óvodában és a mesékben ezek öltenek testet, hogy elkezdünk mesélni a családról és ezekről, a biológiai törvényekről. Én hiszek abban, hogy ez így lesz, mert azt már most tudjuk, hogy a családi összetartozásnak a puszta tudata növeli az önbizalmat, hiszen gyökeret ad a gyereknek, és a felnőtt korban ebből azért lehet előnyt kovácsolni, de amikor még a megértés vezeti a gyermekmeséket, és a megértés vezeti a gondolkodásunkat, és nem a másikra mutatunk, amikor valami baj történik, hanem megnézzük, hogy miért tart bennünket jobban életben egy adott élethelyzet, akkor bizony az az említett példa elvezetett oda, hogy egy autóbalesetnél nem rögtön szidjuk a másiknak az egész családját, hanem úgy száll ki két ember az autóból, hogy jaj, te szegény, neked miért pont ma kellett most autóbalesetet szenvedni? Nem tudom ezt színesebben elmondani, de ez volna a cél, hogy az egymás hibáztatása helyett a megértés legyen az alapvető érdek, sőt, messzebb megyek, a divat legyen a megértésnek az akarása. Ehhez szeretnénk egy olyan háttértudást adni, amit nemhogy sík tudni, hanem legyen kellemetlen nem tudni a tudománynak azokat az eredményeit, amit kutya kötelességünk használni. A német nyelv és az angol nyelv is úgy fejezi ezt ki, hogy nem elég, hogy van valamink, hanem azt birtokolni kell. Nem elég ezt a tudást sem tudni, hanem a birtokunkban kell, hogy érezzük, uralni kell. Ezt nagyon szépen mondja a magyar nyelv, van egy szeretőm, vagy bírok egy szeretőt.
azt hiszem, hogy most egy kicsit romantikusan, de valahogy igyekeztem érzékeltetni, hogy amink van, azt értékelni kell és használni. Ez nem kis tudás, nagyon nagy szerencsém van, hogy éppen rábukkanhattam, de igazából az a nagyszerű, aki ezt felismeri, aki a jelentőségét felismeri, és aki használja, és ez minden embernek ott van a kezében, ez a lehetőség. Úgyhogy kívánom, hogy éljenek ezzel. Nagyon szépen köszönjük, Szilvia, hogy eljöttél ezzel a felfedezésére a könyvén, nagyon sok mindent fel tudtunk tárni mi magunk is ennek a segítségével, nagyon sok minden el tudott mozdulni, ugye el kell most mozduljunk erről a pontról, ahol most áll a világ, és egy éve arra vár, hogy merre fogunk billenni. Ez a könyv és ez a felfedezés, ez a módszer, ez az eszköz nagyon sokat segít abban, hogy a jó irányba billentsük most el a világot, a sorsunkat, és hogy ugye minden szülő valahol ösztönösen próbálja megvédeni az utódait attól, hogy azoktól a szörnyűségektől megmentse, és hogy ne örökölje, és hogy ne szenvedje el ugyanazokat a dolgokat. Egyszerűen ezt a természetes ösztönt kell felhasználni ehhez a módszerhez, amit te felfedeztél, amiben te is tudsz akár konzultáció segítségével együttműködni, támogatást adni, és ki fogjuk írni az elérhetőségeidet, a könyvet a Vivanatura webáruházban is meg lehet rendelni, hogyha valaki szeretné, tehát mindenképpen érdemes ezen elindulni, és hát mindannyiunk javára vágyik, úgyhogy nagyon szépen köszönjük neked, Szilvia, ezt az egészet. Én is köszönöm a lehetőséget. Nagyon szépen köszönjük Önöknek is, kedves nézőink, a megtisztelő figyelmüket. Önök VNTV-t láttak, korábbi adásainkat a www.vntv.hu, valamint a YouTube megosztó portáján láthatják. Viszontlátásra!